Ezek a felvételek a 2015-ös Segíts az Angyalnak jótékonysági akción készültek a Kortárs Művészeti Intézet kávézójában. Ahogyan a felvételeken is jól látszik, rengetegen megjelentek, hogy támogassák a Kandó Kálmán téri hajléktalan ellátócentrumot. Az este folyamán mintegy 600 ezer forint gyűlt össze. Lassan 17. éve. Ezek pedig már a szerda reggeli sajtótájékoztató képei, ahol Bakonyi Ferenc, az intézményben működő kávézó tulajdonosa bejelentette, idén is megrendezik a már hagyománynak számító Segíts az Angyalnak jótékonysági rendezvényt. Az esemény mellé ezúttal is egy neves színművész áll, aki majd ingyen csapolja a sört azoknak, akik legalább 1000 forinttal támogatják a fedél nélküliek ünnepét. Az idén Nagy Ervin, ő ugye nagyon sok szállal kötődik Dunajvároshoz, Jászai Mari díjas, és egy remek színész, és ő is örömmel vállalta, hogy beáll a pult mögé, mert itt dolgozni is kell, nem csak itt lenni. Főtisztelendő úr megadja azt a lelki támogatást, ami nekünk kell karácsonyra, hiszen egy merkantilista világban élünk, ma már csak a vásárlásról szól lassan a karácsony, és nem gondolkodunk el azon, hogy ez mit is jelent. A jótékonysági akcióhoz csatlakozott Horváth Attila is, az egyik helyi étterem vezetője, aki a fedél nélküliek karácsonyi és újévi vacsoráját állja majd. Én azt gondolom, hogy azért a karácsony mindig egy meghittebb történet az embereknek az életében, és akinek nem adatik meg az, hogy családban ünnepeljen, vagy családdal ünnepeljen, vagy olyan körülmények között ünnepeljen, azért ha nekünk módunk és lehetőségünk van, akkor segítsük őket hozzá, hogy ezt ők is megünnepelhessék. A 17. alkalommal megszervezett rendezvényre várják mindazokat, akik a segítségnek ezt a formáját választanák.